és most szeretettel köszöntöm Reisz Pál atyát itt a stúdiónkban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. Pál atya újra Budapesten szolgál. Igen, a Ferenciek terén. És hát az előbb beszélgettünk arról, hogy pont 10 évvel ezelőtt, amikor Zoltán atya elhunyt, akkor is ide került Budapestre. Pontosan már a temetésére innen mentem vissza. Hát előtte még volt alkalmam a beteg ágyán meglátogatni, és már úgy köszöntem el, hogy tudtam, hogy nem valószínű, hogy élő mi voltában fogok vele találkozni. Valóban sajnos így be is következett. Így van, hiszen nagyon rövid lefolyású volt az ő betegsége, különösen a végén már. Igen. Ez valószínű azért volt gyors lefolyású, mert nem dicsekedett a fájdalmaival és a betegségével. Pál atya viszont nagyon fiatal kora óta ismerte őt. Igen, véletlenül úgy jön ki a lépés, hogy úgy jött ki vele való találkozás, hogy Esztergomba prefektus, tehát itt nevelőtanár, meg osztályfőnök is voltam abban az osztályban, amelyben Viszonyi Zoltán is szerepelt. Ez 1974 és 78 között volt. És hogy emlékszik Pál atya Zoltán atyára a fiatal korában? Hát, mint a többi gyerekre. Hát egy volt a többiek közül, nem tudtam, hogy majd szent ember lesz belőle, hanem a gyerekek között ugye minden előfordul, ami mókás is, meg kevésbé dicsekedni való. Hát itt ez egy olyan világ volt a diákok között az egyik. Aztán, hogy mi minden volt a háttérben a diákok között, azt nem mindig tudja egy osztályfőnök vagy prefektus, meg van egy külön világ, azért abban nem mindig engednek bepillantást. Én azt tudnám mondani, hogy olyan volt, mint a többi gyerek, nagyon kirívó tulajdonságokat nem tapasztaltam, soha komoly baj nem volt vele, vagy olyan, ami fegyelmi probléma lett volna. Természetes módon beilleszkedett abba a környezetbe. Hát bizony egy ilyen egyházi iskola, meg aztán egy ilyen kollégium nem volt könnyű a gyerekek számára, abban az időben sem, gondolom most sem egyszerű, akik elhagyják a szülőházat, és akkor idegenben. Azt tudom, akkoriban azért még teljesen más lehetett, főleg azért ma már az okos eszközöknek köszönhetően a gyerekek napi kapcsolatot tudnak tartani, igen, a szülőkkel. Hát igen, ez a telefonhozás, vagy valami ehhez hasonló kapcsolatteremtési lehetőség bizony nagyon-nagyon késő terjedt el ahhoz képest, és amit meg tudok mondani a szülői háttérről, nagyon egyszerű körülmények közül való. Tehát nagyon egyszerű szülei voltak, különösebben nem tudok róluk mondani, hogy el tudtak volna jönni, ők zalalevőiek voltak, és onnan elutazni abba az időbe, hát bizony drága mulatság volt egyrészt, másrészt pedig sok időt vett igénybe. Tehát a szülők nem igen tudták látogatni, a gyerekek meg csak mikor mentek haza. Hát volt egy szünetjük, ugye karácsonykor, volt egy húsvétkor, körülbelül ennyi volt a szülő. Szülői látogatás az minden hónapban volt, de nem mindig tudtak eljönni a szülők. Nem nagyon emlékszem rá, hogy a szülőkkel való találkozásom úgy gyakori lett volna. Hát igen, akkoriban azért a közlekedés is biztos nehezebb volt Zalalövőtől Esztergomig. Hogyne. És az egy napon nem volt megjárható. Uh-huh. Nem, és el tudom képzelni, hogy ezt nem igen tudták vállalni egyszerű szülők. Miért került mégis Zoltán atya Esztergomba, erről lehet tudni? Nem tudok pontos részleteket, hogy ő benne mi játszódott le, de azt tudom, hogy volt egy rendtag, aki ott volt plébános, a bánk atya, Kovács Bánk, ő is esztergomi diák volt valaha, a mi gimnáziumban járt, és mint plébános, föltehetőleg ő irányította oda. Tehát így kerülhetett. Úgy nem hiszem, hogy a ottani gyerekek számára természetes lett volna. Még a papok se tudták pontosan abban az időben, hogy van egyházi iskola. Alig-alig volt híre. Be voltunk tiltva minden publicitástól. Az új emberbe megjelenni soha nem jelent meg rólunk semmi. Csak akkor, mikor Lékai Bíboros kezdett ugye Esztergomban működni, ő
forszírozta azt, hogy az egyházi iskolák legalább az új emberbe bekerülhessenek, akár riportok, akár hirdetések formájában. Érdekes párhuzam, ugye a filmben megszólal már Figyula veszprémi nyugalmazott főpásztor is, ő is egy Zala megyei kisfaluból került egyházi iskolába, Pannonhalmára. Igen, föltehetőleg így őnek is a plébánosa lehetett a pártfogója, mint ahogy az alalövői plébános is. És egyébként, amikor Zoltán atya leérettségizett, nem választotta egyből a papi hivatást, ugye? Nem. Nem is volt semmiféle olyan nyomás rajta, hogy ha egyházi iskolába jár, akkor mennie kell. Lett egyébként más hivatás ebből az osztályból? Hogyne, hogy legalább 5 pap lett abban az osztályból. Többen is próbálkoztak, de nem mindenkinek jött össze. Zoltán az nem oda szándékozott menni. Ez érdekesen alakult, mert volt egy nagyon jó barátja, Kovács Olibérnek hívják, nagyon nagy hazaszerető és hazájának, vallásának élő fiatalember volt ez, és ő neki kimondotta a szándéka volt, és az is lett, hogy erdőmérnök legyen. Sopronba került, és szerintem a személyes barátságnak volt a nyoma, hogy ő abban az időben, hogy ebbe az irányba kezdett tájékozódni, így került Sopronba. És oda föl is vették, és együtt voltak ott egyetemisták. Most akkor ez az év megkezdődött, úgy érettség után talán 2 évvel, egészen fél évig ment a dolog. Egyszer csak megjelent a Zoltán Esztergomba, és beszámolt arról, hogy hát ott hagyta az egyetemet. Kicsit gyanús volt, hogy fél évkor nem szokták ott hagyni, csak tanulmányokok miatt, azt mondta, nincs ilyen problémája. Hanem egyszer fölébredt, reggel és körülnézve a kollégiumba, elcsodálkozott, mit keresek én itt? Ez volt az érménye. Nem tudom, mi lehetett mögötte, de az biztos, hogy ott hagyta az egyetemet, és elment Concord püspökhöz, aki aztán felvette. Hát így alakult akkor ez a hivatás, és egész biztos, hogy valami komoly fordulat volt az életében ez. De ez annyira megmaradt előttem, hogy nem tudta, hogy mit keres ott. És úgy látszik, megtalálta, hogy hol a helye. Hát ez biztos, ezt sokan tapasztaltuk meg a későbbiek során is. Pál atya, hogy emlékszik rá a pálya során, mikor voltak a találkozási pontok? Hát én matematikát tanítottam nekik, az nem egy pozitív alkalom arra, hogy a gyerekekkel az ember olyan szívélyes viszonyban legyen, abban a szempontból, tehát egy keserves állapot, mikor a gyerekeknek tanulniak kell, és az egy elég kemény tortúra volt számukra, és hát az Zoli az ment neki, nem annyira, hogy most tőtelne, rúgta volna a csillagokat, de azért megállta a helyét. Hát az is, hogy fölvették az egyetemre, az is mutatja, mert hiszen nekik elsősorban matematika, fizika vagy biológia, ezek voltak a fölvételi tantárgyak, hogy ezek lehettek, és hát megállta a helyét ott is. Nem volt kiugróan, hát egy megbízható, jó képességű gyerek volt. Hát a teológia elég messze van a matematikától, igaz? Igen, hát aztán teológián bizonyára könnyebb dolga volt, hogy ha már oda átnyergelt, és úgy láttam, hogy alaposan megtanulta azt, ami papnak szüksége van, tehát a teológiai jártasságot kellő módon megszerezte. Az egykori osztályfőnök hogy kísérte nyomon a sorsát? Meglepetés volt számomra az, hogy amikor felszentelték, akkor meghívott ünnepi szónoknak, és elmentem Zalalövőre. 2 rendtag volt velem, egyik az osztálytársa volt, a Hidász Ferenc atya, ilyen néven van most is a rendben, a másik pedig Halmai Vilmos atya, aki fizikát tanított, meg kémiát nekik. Úgyhogy 3 mentünk arra a primíciára, amely Zalalövőn volt. Engem azért ért meglepetés, mert hát én olyan nagy
sztár szónoknak nem tartom magamat, mondjuk egy Barcsi Balázs atyához képest, vagy igen, kiváló emberek vannak a rendben, akik ugye a nyelvnek is, meg aztán a teológiai tudásnak is a magaslatait képviselik. Ehhez képest én meglepetésnek éreztem, hogy ilyenkor mégis a legkiválóbbakat szokták hívni, és akkor mégis hozzám ragaszkodott a Zoli. Hát biztos az egykori osztályfőnök iránti tiszteletből azért. Igen, az is biztos közben játszott. Érdekes volt, mert kaptam tőle egy képet. Ez egy hát szokás, ugye, az első szentmisés szónoknak adni egy képet, egy emlékképet. És ez egy kisméretű kép volt, és egy képeslap volt beletéve, eszkábálva, ez Zorira jellemző, biztos, hogy nagyon szegény volt kispapként is, tehát, és anyagilag hát nem volt, nem tudott elrugaszkodni, hogy így mondjam, és ezt én maga csinálta meg, azt a képkeretezést is látszott rajta, az aláírást is, hogy emlékül első misés szónokának. Igen, ezt azóta is én őrzöm ezt a képet. És utána hogy folytatódott a pálya? Találkoztak utána, a Szombathelyen is egy időben szolgáltak. Igen, Szombathelyre kerültem 1999-ben, és akkor a szomszéd faluban, Gencsapátiban ott szolgált a Zoli, és hát akkor elég sok új oldaláról ismerhettem meg, mert a rendkívüli népszerűsége az elragadó volt. Én sok fiatallal találkoztam a városban, illetve hát a ottani ferences templomban való működésem során. Megtudtam például, hogy amikor még nem kapta meg vissza a rend azt a templomot, akkor ott káplánként nézett. És ott elragadtatással beszéltek róla. Ott volt a Márfi későbbi érsek úr, aki irodaigazgató volt, és nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy lelkipásztori tevékenységet is folytasson, és erre lehetősége volt, és mind a ketten ott a Márfi Gyula kisegítőként, ugye vagy besegítőként is lehetett mondani, Zoltán pedig hivatásaképpen ott volt káplán. És ott a nagy ifjúsági élet volt. Egy kicsit visszagondolva arra az időre, amikor én kerültem oda, bizony mi azt nem tudtuk reprodukálni, azt a odaadást, vagy ezt a varázslatot, amit ez a két akkori papocska tudott létrehozni. Hát azért a 80-as évek meg a 2000-es évek elég nagy változás volt már. Igen. És akkor egy időben szolgáltak ott Szombathely és környékén. Igen, még abban hát 10 évben. Elég sokszor találkoztunk, különösen amikor ilyen papi közös események voltak, továbbképzések vagy rekollekciók, vagy egy-egy olyan esemény esetleg, ami rendházunkban is volt, amit az Zoltán is ott volt. És a papokkal együtt, mert általában ilyen esperesi kerületek szokták ezeket, vagy legtöbbet, azok ilyen keretekben voltak a találkozások, akkor volt alkalmam ilyenkor is találkozni vele. És hát Pál atya úgy kezdte a beszélgetést, hogy nem tudta, hogy szentté válik, vagy majdnem szentté válik Zoltán atya. Hogy teltek az utolsó, miből gondolja Pál atya, hogy Zoltán atyát majd hamarosan az égiek szentként tiszteletik, vagy mi szentként tisztelhetjük? Az megdöbbentő volt az elkötelezettség, amivel a fiatalokkal tudott foglalkozni. A másik oldal pedig, ami Esztergomban is megmutatkozott, tehát a fizikai állapota. Nagyon vigyázott arra, hogy fizikailag jó állapotban legyen. És óriási vállalkozásokba kezdtek ők. Az egy hétköznapinak tűnt, hogy gyalogos zarándoklat, amelyet ő szervezett, és ennek a hagyományai megvannak, Máriacellben. Hát az egy komoly út, 3 napos legalább, és egy ilyen összesemmiség számára. Hát ilyen 160 kilométer volt. Igen, tekintélyes távolság, és az fizikailag is kellett bírni. Kerékpárral úgy tudom eljutott.
Tourba, Szent Márton. Igen, igen, eljutott hosszabb útra is, és ezek elég rendszeresek voltak. Napi gyakorisággal sportolt, futott, tehát itt akkor nem azt mondtam, hogy együtt másokkal voltak ezek az események, és ezeket ő nagyon komolyan csinálta. Amikor már beteg volt, ez halálának az évében volt, akkor Veres András püspök úr egyházmegyei zarándoklatot szervezett Vasvárra. Hát ez ilyen 30 kilométer. Ez egy komoly út, hogyha gyalog megyünk. Én nekem részem volt abban a csapatban zarándokolni, amelyet Zoltán szervezett meg. Ez kerékpáros volt. Az úgy kell venni, hogy körülbelül 200 kerékpáros volt, és hát én akkor már körülbelül hogy a 30 éve nem hűtem kerékpár, de azért akkor szereztem egyet, és akkor alám rakták, és hát különös módon az első 1-2 kilométerben ilyen csak bizonytalanul voltam, de hát lehajtottam 30 kilométert. Igaz, hogy én voltam a legesleges utolsó az egész csapatban. A rendőrség biztosított ennek az útját, meg volt szervezve, és Zoltán vezette. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez mondjuk egy ilyen fél kilométeres csapat lehetett ez. És ő mindig az elejére ment, ott biztatta, hogy mennyire hajtsanak, és legyenek tekintettel a legvégére is, aztán utána elment a legvégére. Így ment végig Vasvárig, hogy oda-vissza, és akkor így vezényelte a csapatot, és akkor már nagyon beteg volt. Akkor már nagyon súlyos. Ez volt májusban, és augusztus 31-én hosszas kórházi kezelés után halt meg. Tehát akkor már nagyon előre haladott rákja volt, de ezt nem tudták. Nem. A fizikai állapota, hát iszonyú erőfeszítés kellett ehhez, hogy ő ezen túltegye magát. Tehát ez egy emberfeletti teljesítmény volt. Pál atya, nagyon köszönöm, hogy eljött visszaemlékezni. Angéla testvérrel pedig majd arról fogunk majd beszélgetni, hogy milyen is volt Zoltán atya halálos ágyánál, hiszen ő nagyon sok időt töltött ott. Pál atya, köszöntöm ismét, hogy Budapesten van, és remélem, hogy fogunk igen még találkozni ez alkalommal. Köszönöm szépen én is, hogy néhány szóba megemlékezhettem Viszonyi Zoltán volt tanítványomról, aki egész biztos vagyok benne, hogy a mennyeiek megdicső csapatát ékesíti már. Dicsértessék a Jézus! Mindörökké meg!